Három gyakori ige, amelyet másképp fejezünk ki az olaszban, mint a magyarban. Ez gyakori hibáknak ad helyet. 1. Aiutare. Segíteni valakinek. Az olaszban azt, hogy segíteni valakinek, tárgyesettel fejezzük ki, tehát nem vont semmilyen eljárószót. Például, aiuto volentieri la mamma. Szívesen segítek anyunak. 2. Chiedere. Kérdezni valakitől. A chiedere ige esetében magyarról fordítva a da, azaz tól-től előjárószó jut az eszünkbe. Viszont ez az ige az a előjárószót vonza. Például, vorrei chiedere un favore a Marco. Szeretnék kérni egy szívességet Marcótól. Vagy pedig, chiedi a lui. Kérdezd meg tőle. 3. Incontrare. Ebben az esetben hajlamosak vagyunk belerakni a mondatba a con, azaz a val-vel előjárószót, viszont az incontrare szó tárgyesettel jár. Például, stasera incontro i miei amici in piazza. Ma este találkozom a barátaimmal a téren. Viszont zárójelben meg szeretném jegyezni, hogy ennek a szónak van visszahatós formája is, ami viszont már a con előjárószót vonza. Például, domani mi incontro con Antonio. Kedves további tartalmakért!